Szia, üdvözöllek, add le a számodat, jó? El tudjálak hívni. De nincs, esküszöm, erő benne. És pedig csak dudoltam. Lóckodtam. Sejét várjam, semmi. Úgyhogy lehetnek ilyenek. És épp mert ilyen engedtek, ezért elvitték a cukimukit. Köszönöm szépen, hogy segítél. Több embert várok, akik segítenek, mert nem érdemlem meg. Leírosgassatok már. Nem érdemlem meg. Azért, mert hogy valaki dudor, azért el kell, ki kell emelni egy gyereket, és mindenre megvan. Érted? Megköszönöm az a segítségedet, de nagyon csúnyán bántott Huszti. Csúnyán megvert, elestem, és tagadja, hogy ő. Hát nyomok vannak, sérülésem. Kisi volt itt ott, ököllel ütötte a fejem, amit látott a gyerek, és elmondta az óvodába. És még ő dumál, ő takarodja mindene. Oké, és rendben, megnézem. Menjen, osztogassák az eszet bakter. Még a dukaszter is. Jézusom. Meg kell bizennek. Ha nincs elég bajom, fájdalma. Engem már semmi nem érdekel, tudod? Ki mit mond, pofázik, majd nekünk az ügyvéd mindent elrendez. Bizony. Tudod? Adnak majd nekik páskát. Bizony. De veled tartom a kapcsolatot, akik megszerettek, úgy is keresnek engem. Küldök egy nótát itt is, de élőben már nem lépek fel. Azért döntöttem így, mert nem fogok dudolgatni, nem érdemlik meg, tudod. Akik megérdemlik, úgy is küldök mindig majd rendfájba. Reggelire egy nótát. De csak azoknak az embereknek, akiket megszerettem. Bizony. Van egy ország, ahol az álmomban jártam, Magyarország. Ezt irigyelték, tudod. Bizony. Köszönöm szépen, hogy megkedveltél, legyen a kis szívedet. De jó volt veled beszélgetni, bizony. Érted? Örülök neki. Tudod, akik, na, megkeresnek, hogy éjjtárs, én is itt vagyok. Sokan írnak rám, hogy Ibikém, mi is melletted vagyunk, és jogos a döntésed, hogy nem lesz live. Bizony. Hanem itt lesz a live. Itt fogok nektek küldeni mindig egy notát. Tudom, egyem a szívedet, végig bizony. Együttműködni mindenkivel, bizony Isten. De hát az ügyvédtől függ, tudod? Mert én kicseszek velük. Bizony, én elmegyek anyótomba. Kisfival. Huszti meg tud minket látogatni. Én fogom kérni az ügyvédtől. Anyótomba megyek. Bizony. Nem tudnak belém kötni. Azért zártam le a livémet, mert ez a célom. Nem tudom, meddig kell ott tartózkodjak, de a gyereket igen, ilyen téren igen kiadják. Annyira mondták, hogy veszélyeztetve vannak, akkor most nem lesz veszélyeztetve. Hanem megyek anya otthonba. Akkor is elhozom a cukibukimat. Elvihetem én, bizony. Kisétálhatunk, mehetünk giroszozni, mindent csinálhatunk, de ott lesz velem. Csak én ezt nem mondom senkinek, mert megint betesznek a kutyafejűek. Tudom, hogy egy évig. Tudom. De nekem ezt ki kell vinni, de Husztinak is, de ő tud jönni hozzánk látogatni. Tudod? Úgy bebizonyítsam országvilágnak, hogy visszahozom a cukibukit. És
Ott már megígérem mindenkinek, hogy fogok libézni a cukimukival, hogy hon ülünk és hon eszünk. Bizony, majd Csuszti fogja közvetíteni. Sekvejeknek, de nem fogják tudni, hogy hon vagyok. Tudom, de Husztinak tudod, van itt Pesten ismerőse, igaz, Huszti? Ahol ő tudott majd ott aludni minden, úgyhogy mi ettől nem félünk. Együtt maradunk, a kisfiú is fogja látni, ölelni, csókolni, puszikálni, így kell döntsek. És ezt csak te tudod, nem mindenkinek mondjuk el, tudod, hogy ne kavarjanak be. De egy évet ki kell húzzak. Bizony, de muszáj. Muszáj kibírjam, és erősnek lenni. Bizony. Jó reggelt, szia! Nem értem, mit írtál. Légy szíves, mondd már el, hogy miről van szó. Vagy felhívhatlak, vagy hívjál már vissza. Légy szíves. Hogy nem értem ezt az írást, hogy miről van szó. Miben hibázott Tibolya, mi nem tetszik, vagy... Légy szíves. Elnézést. Be szeretnék jelentkezni. Tóth Nélakat a Sibolya vagyok, Márté Szalkáról. Híres ember vagyok. Művészetem zongorista. Híres énekes. Csak egy a baj, hogy hát sajnos csak a zongorába beledugom a dugót, azt akkor nem jár le. Nem. Elnézést kérek, Pikachu vagyok, nagyon jó a hangom, csak egy a gond, hogy néha elfelejtem a szöveget. Hello, Lajos! Én elválok tőled, mert egyszerűen ez nem működik. Sem a krimoki, semmi se. Kikészültem, a hiányos vagyok. Semmit nem tudsz csinálni, bazd meg. Mi az Isten csináljak veled? Azt a bigolyát hiába vettél be, akármire, ezzel nincs ezzel a szerszámmal semmi. Hát ilyen így. Le kell vágjuk, kedem a szíved, inkább jobb vagy az. Üdvözöllek, szép estét kívánok. Ebben senki nem szólhat. Nem mulatós nótát éneklek, hanem sajnos búsnótát. Nem várhassák el, hogy üljek be egy godóba, vagy nem is tudom, hát sem el magam. Nem kérhetik. Ezt a nagyobbik fiam, a nevelőszülők hallgassák, akkor milyen ne tegyem meg? Senkinek semmi köze benne. Szia, üdvözöllek! Én hogy védjem ki az élet pofonját? A heten meg 80 jelentenek. És nem is itt, ahogy én lakok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem távolról. Hogy? Hogy bizonyítsak? Hiába meg volt a ruhája, mindene, ennivaló, stb. Mégis meg volt szerkesztő a live-on mindenem. Hiába szóltam. Jogosan mondod. Bizony megszervezték. Kicsináljanak. Jelengedtek. Be vagyok rúgva, meg volt másítva az egész élő. Meg kell me. Hát. Csak azt nem értem, amikor az emberek hallották, hogy milyen szépen beszélek. Tök normálisan. Akkor miért hittek? Meg tudod, mit nem értek? Kijöttek hozzám ide, és tök józan voltam, főtt kaja volt a tányérba. Édességek, mindenek. Mindene meg volt a gyermeknek. Miért hittek ilyen embereknek? Ők is hibáztak. Hidd el nekem. Nem tudok mit tenni. Dolgozni fogok. De ez nagyon fájdalmas. És ők nem jól jártak ilyen, mert nem is a gyámhatóság jött ki, hanem családsegítő. Miközben nem is nekik van a nagyobb joguk. Mert bejelentés jött, állandóan ugráltak, megint bejelentettek, megint jöttek, megint bejelentettek. Adjanak bizonyítékot, mondom, azt utána mondják. Nem adtak bizonyítékot, hanem elvitték a fiam. Ez nem fér az agyamba, hogy lehet így eljárni? Se bírósági ügy, hogy pecséttel, hogy igen, elbírsik a gyereket. Oda vitték a testvéréhez. A nevelőszülőben akkor megmondta, hogy szeretné a gyermeket. Ilyen mocskos dolgok vannak, csak sok mindenki nem tud róla. Nem mondhatom ki, mert szívemben van.
Bizonyám. Ők már nagyon szerették volna fiamat. Már akkor mondták, hogy felnevelik ők. Hát mondom, itt van az anyja. Nem adták meg. Nem, a család segítő. Jött ki és elvitte. Belenyomott a kezembe egy papírt, ami az volt rájuk, hogy család segítő. Mindegy. Nem tudok harcolni. Feladom, inkább megölöm magam. Száradjon a lelki kör. Amit tettek. Meg azok az emberek. Nem tudok így élni. Nagyon fáj. Nem tudok talpra állni, mert látom az emlékeit, itt a ruhájai, minden a játéka. Belebalondulok. Bár ugyan mindegy, tudod. Bár nem érdekel. Feladom, az kész. Legalább nem érzem a szenvedésemet. Nem foglalkozok már vele. Utolsó három nótám lesz, azt elbúcsúzok. Ennyi. Ennyi nem élek. Milyen fájdalomból, hogy nem eszek. Egy kanál ételt eszek egy tányéra. Ők megértik ezt? Nem jó jártak el, hidd el. Mert nekik nem szabad lett volna addig kiemelni. És nincs rajta a gyámügy hatóságnak a pecsétje, hanem a családsegítőnek van rajta. Bizony. Soha nem segítettek egy csomaggal, semmivel. Mikor meghalt az apja. Semmivel. Egyedül neveltem. Keservesen, de neveltem. Lehet valaki erős, de össze is csuklatott. Én mikor kaptam egy depressziót, meghalt a férjem. Én végigcsináltam mindent. Picike volt a gyerek, ugráltam, hogy az apját ápolja minden a gyerekhez ugráltam. Bizony. Ezeket ők nem érték át, amit én. Amit ők nem tudnak. Tudod? Végigcsináltam. Sajnos nem jó emberhez kerültem. Hát igen, igazad van. Hát olyanok vannak a papírba írva. Törésem van, zuzzódásom. Hát hol volt nekem zuzzódásom? Meg az állkapcsom eltörve, ilyenek. Hát itt van a papír. Nem fedi a valóságot. Tudod? Ezt próbáltuk bizonyítani, de hát hogy bizonyítsuk? Még nekik átventév, hogy de hát én csúnya meg voltam pifőben, mondom, hát látnak rajtam sérülést. Annyiék mondták nekem, meg Eszter, hogy én letagadtam mindent. Akkor kijöttek a rendőrök, kihívták rám. Hogy miért nem mentem látleletre? Hát mondom, miért menjek? Hát most nem is tudom, hogy képzelték el. Érted? Miért menjek, ha nincs törésem, semmi? Meg amúgy sem vitettem volna el a husztit. Sok elme bajos. Én azt tudom, mert ideges voltam. Tudom. De hát akkor is összefogunk. Muszáj összefogjunk. Tudom. Nagyon szerette a cukimuki husztit. Jobban ragaszkodott a kis jó husztihoz. Hiába én voltam az anya, de apás volt. A szerelt bármit csinált, nem ment. Rendesen szerelt a gyerek. Oké, és benne vagyok, egyem a szíveden. Most már le kell tegyelek, mert megyek dolgozni, tudod? Fél hétre már ott kell legyek. Bizony. Majd mikor, ha tudtok jönni, szóljál rá, mert akkor egy napot ki kell vegyek, tudod? Akkor itthon maradok. Mindent őszintén el fogom mondani. Bizony, hogy szerette, nem is akárhogy. Engemet is szeretett, de nagyon husztis volt. Hát szinte engem kikergetett az ágyból.
Huszti mellett aludt. A vállán, így van, Huszti. Nagyon imádta, tudod, meg imádja mai napig. Feldolgozott.